Az országgyűlés 2008-ban fogadta el a Nemzeti Tehetségprogramot, amely segítségével 20 évre kiemelt lehetőséget biztosítanak a tehetséges fiatalok hosszú távú folyamatos segítésére. A program indulásakor kevesebb, mint 500 millió forint állt rendelkezésre, ez évben pedig már 3,3 milliárd forintot fordíthattak köznevelési és felsőoktatási intézmények, alapítványok, közalapítványok, tehetségsegítő tanácsok támogatására, emelte ki a helyettes államtitkár. A Nemzeti Tehetségprogram az egy keretet biztosít a tehetségek támogatásának, de nagyon fontos, hogy ezt tartalommal feltöltsék, és kik azok, akik tartalommal meg tudják tölteni, vagy fel tudják tölteni, a pedagógusok, oktatási szakemberek, iskolák, köznevelési intézmények. De ugyanígy nagyon fontos, hogy az önkormányzatokról is beszélnünk, hiszen az önkormányzatok is a tehetséges fiatalokat támogató környezetnek a részei. 2013 óta a Bónisz Buna díj megalapítása óta tudjuk támogatásba részesíteni és elismerésbe részesíteni a pedagógusokat, és egy pár éve már az önkormányzatokat is, azokat az önkormányzatokat, akik a tehetséggondozás területén példaértékű és példamutató tevékenységet végeznek. Hogyha ránézünk Magyarország, vagy akár a Kárpát-medence tehetség térképére, akkor látjuk, hogy Kisverden 5 tehetségpont is van, és valamennyi intézmény képviselteti magát ezeknél a tehetségpontoknál. És hogyha ránézünk szintén erre a térképre, és megnézzük a mentorhálózatot, akkor itt is azt látjuk, hogy Kisvárdán egy nagyon perzsű élet folyik, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy a fiatalokat támogassák minden területen, így a tehetséggondozás területén is. Kisvárda polgármester elmondta, a városban 7000 diák tanul, az önkormányzat pedig igyekszik támogatni a tehetségeket, legyen szó sportról, kultúráról, vagy éppen tudományos területről. Kisvárda egy iskolaváros, nagyon sok tehetségekkel és nagyon kiváló pedagógusokkal, akikre büszkék vagyunk, mindannyian azt hiszem a városban, és úgy gondolom, hogy eljött az ideje, vegyük ezt a pályázatot. Hála a jó Istennek ezt sikeresen megnyertük, Kevésváros nyerte meg, úgyhogy büszkék lehetünk rá, hogy ide eljutott. A Tehetségbarát Önkormányzat címmel 1,5 millió forint is jár, amelyet konferenciák szervezésére, a mentorhálózat bővítésére fordíthatnak az érintettek. Kisvárdán kívül 2019-ben Tata, Nagykőrös, Karcag, Debrecen és Budapest 9. kerülete, Ferencváros kapta meg a címet.